Ne bánd, hogy öregszel. Az öregségről nem gondolkodik el az ember. Igaz, érdekes, mikor minden tovább tart. Amit annak idején pillanatok alatt elvégeztem, annak most sokkal több idő kell. Csodálkozva nézi az ember, hogy szalad mellette az élet. Néha elgondolkodtam már azon is, hogy mennyire mások azok a dolgok, amik érdekelnek, örömöt hoznak, vagy fájdalmasak. Egy nap egy fiatal barátom azt kérdezte tőlem, milyen érzés öregedni. Meghökkentem kérdésén, mert én sosem gondoltam arra, hogy én öreg lennék. Az ifjú barátom látva a reakciómat rögtön zavarba jött, de megmagyaráztam neki, hogy számomra ez egy érdekes kérdés. Elgondolkodom rajta. Végül is úgy döntöttem, hogy az öregség egy ajándék. Tulajdonképpen életemben most lehetek először az, aki mindig is szerettem volna lenni. Sosem cserélném el az én nagyszerű életemet, a szerető családomat, a csodálatos barátaimat, a kevésbé ősz hajért. Ahogy korosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára, és kevésbé kritikus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le magam, ha több süteményt teszem a kelleténél, vagy ha nem vetem be az ágyamat. Felhatalmazva érzem magam, hogy kicsit élvezzem az életet. Annyiszor megéltem, hogy legkedvesebb barátaim idő előtt elmennek, mielőtt még megérték volna azt a szabadságot, amit az öregség hoz magával. Kitörődik azzal, hogy hajnali 4-ig olvasok. Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tartja kedvem, mélyen gondolataim szókába ereszkedhetem. Tudom persze azt is, hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is néha mit elfelejteni az életben. De azért a legfontosabb dolgokra mindig emlékszem. Igen. Életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogy ne tört volna meg, amikor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy boldogtalanság él. De a megtört szív az, ami erőt ad, megértést és részvétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt minden iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlenség felett. Én boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy megőszülhessek, és fiatalos nevetésem mély ráncokat marjon arcomba. Olyan sokan vannak, akik soha nem nevettek, és oly sokan, akik nem érték meg, hogy őszhajszálaik legyenek. Ahogy múlnak az évek, úgy egyre könnyebb pozitívnak lenni. Egyre kevesebbet kell törődni azzal, hogy mit gondolnak mások. Én nem teszek fel magamnak kérdéseket. Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam. Nos, válaszolva ifjú barátom kérdésére elmondhatom, hogy nem bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem azt, amivé váltam. Nem akarok örökké élni, de amíg itt vagyok, nem fecsérlem olyanra az időmet, hogy mi lett volna, ha, hogy mi lesz majd. Mindig mosolyog, és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon.